Tudva levő az, hogy a 30-as évektől gyártottak emberek repülőcsészealjakat. Majdnem biztosan kijelenthető, hogy a holdra szállást megrendezték, erre ma már temértek bizonyíték van, melyek egy részét be is mutattuk az előző adásunkban. Miért rendezték meg? Nos, ennek számos oka lehet. Leginkább azon okok az elfogadhatóak, miszerint már jóval előbb megtörtént a holdra szállás, és ezt nem akarták az emberek orrára kötni, mint ahogyan azt sem, hogy ekkor már jóval fejlettebb technika állt a rendelkezésre. Az Apollo programot eredetileg 20, később költségvetési okok miatt 18 küldetésre tervezték. Végül 17 küldetést hajtottak végre, legalábbis így hangzik a hivatalos verzió, azonban többen úgy vélik, egészen más dolgok állnak az Apollo program utolsó néhány küldetésének törlése mögött. Egyes kiszivárogtatott hírek szerint 1976-ban az Apollo 20 expedíció keretében titkos amerikai-szovjet holdmisszióra került sor egy hatalmas, több millió éve lezuhant földönkívüli űrhajó feltárása céljából. Az expedíció állítólagosan sikerrel zárult, és nem csak az idegen űrhajót sikerült megtalálni, hanem valami mást is. A szigorúan titkos minősítésű információkat az amerikai légierő egyik volt specialistája, a ma Ruandában élő 80 éves William Rutledge, a Bell Laboratories alkalmazottja szivárogtatta ki. A híresztelések szerint az idegen űrhajó a magyar csillagászról, Izsák Gyuláról elnevezett Izsák D. kráterben hevert, s a teljesen titkos küldetés ide érkezett meg. De hogyan lehetséges az, hogy mindez soha ne derüljön ki? Talán úgy, hogy ez nem egy NASA program volt, hanem a hadsereg égisze alatt zajló titkos küldetés. Az Apollo program tehát nem állt le, hanem az amerikai légierő vette át azokat a NASA felügyelete alul, így a legnagyobb titokban folyhatott le az egész esemény anélkül, hogy bárki tudott volna róla a beavatottakon kívül.